Hogyan kerültél a szinkron rendezői pályára? Nekem volt egy olyan ambícióm, hogy színházrendező szerettem volna lenni. Tulajdonképpen a bölcsészkarra is ezért kerültem. Akkor, amikor én erről gondolkodtam, akkor még diploma volt szükséges ahhoz, hogy egyáltalán jelentkezhess színházrendezői szakra. Aztán, amikor a bölcsészkaron másod vagy harmad éves voltam, akkor ezt a szabályt eltörölték, tehát megpróbálhattam a színházrendező szakot, az utolsó rostáról dobtak ki, tehát végül is nem vettek föl, de ezt az ambíciómat ismerte egy szinkronvállalkozó, egy szinkronproducer, és ő keresett meg ezzel a felajánlással, hogy ha már ilyen rendezési ambícióim vannak, meg jársz a bölcsészkarra magyar szakosként, akkor a nyelvhez is konyítasz valamit, akkor nem próbálnád meg. És én meg úgy éreztem, hogy ez egy olyan kihívás, amit az ember így a életében nem szabad, hogy visszautasítson, meg kell ismerni, főleg ha ebben a szakmában mozog. És hát nem bántam meg. Nyilván kezdetben anyagi okai is voltak, hogy csináltam, és már pontosan nem emlékszem, 5 vagy 6 év volt az életemből, amikor rendeztem. Az biztos, hogy az a kezdet kezdetétől fontos volt számomra, hogy ezt tisztázzam, hogy én nem akarok váltani és szinkron rendezővé válni. Ezt mondjuk gyakorlatice úgy tudtam megoldani, hogy egy bizonyos időnél többet nem rendeztem egy héten, ami kezdetben egy nap volt, aztán 2 nap lett belőle, aztán visszatértem a heti egy naphoz. Magyarul ez azt jelenti, hogy hetente egy produkciót sikerült megcsinálnom, ha esetleg hosszabb volt, tehát mondjuk egy nagy film, akkor 2 nap alatt, ha egy nap alatt, egy napba belefért, akkor egy nap alatt megcsináltuk. Ha sorozatot rendeztem, akkor értelemszerűen akkor is csak heti egy nap, és akkor így a többi napokon tudtam szinkronizálni. Mondom még egyszer, nem bántam meg, ez egy jó mindenféle szempontból egy jó periódusa volt az életemnek, de arra rájöttem, hogy hosszú távon én ezt nem tudnám csinálni, és heti több napon keresztül meg biztos nem. Úgyhogy tulajdonképpen ez is vetett véget a dolognak. És mielőtt elkezdted, voltak elképzelések, hogy... Hogy milyen a szinkronrendezői igen, munka? Igen. Hát, nézd, azért nyilván több és valósabb képen volt róla, mint egy átlag embernek, hiszen mégiscsak ebben a szakmában mozogtam már, akkor láttam, hogy mit csinálnak a szinkronrendezők, és hogyan. Ami engem izgatott, és ami nekem fontos volt ebben az egészben, ugye ennek a munkának vannak előkészítő részei, egészen a szereposztástól kezdve a film úgynevezett szétszedéséig, amikor tekercsekre bontja egy szinkronrendező a filmet, a szövegnek a kontrollja, hát a kezdet-kezdetén még ugyan a szinkronrendezőnek abba is volt beleszólás, hogy esetleg kifordítsa a filmet, mert hogy tudta, hogy mondjuk milyen stílusú mozi lesz, és akkor tudta, hogy az a fordító abban a nyelvezetben jobb. Nyilván ez lenne ennek az ideális formája ma is. Felgyorsult a dolog, és ez most már nem erről szól, de az a része volt számomra izgalmas, hogy egy adott szereposztás az a megvalósulás pillanatában mennyire fog működni, tehát ez mindig izgatott, hogy amit elképzel az ember, az a gyakorlatban, hogy valósul meg. A másik pedig az, amikor egy-egy alakítás ott a stúdióban olyan hitelessé és a füled hallatára és a szemed láttára valósult meg, hogy kvázi, mint a színházban szokták mondani, hogy angyal szállt el fölöttünk, tehát ezek hátborzongató pillanatok voltak, és volt jó pár ilyen az életemben, amíg szinkront rendeztem, hogy azt éreztem, hogy na, ha már csak emiatt az egy mondat miatt, vagy emiatt az egy eljátszott mondat miatt már érdemes volt csinálni, hogy ennek így elsőként én voltam tanulja. És aztán bízom abban, hogy ez nyilván a nézőknek is átjött adott esetekben, szóval ez jó volt. És milyen véleménnyel vagy a kezdeti munkáidról? Hát, ahhoz meg kellene nézni őket. Én nem volt, tehát ahogy mondtam is neked, nem voltam valami nagy média fogyasztó sohasem, és sorozatokat meg pláne nem, és a kezdeti munkák, ha jól emlékszem, azok ilyen rajzfilm sorozatok volt. Ez egy értelemszerű szituáció, hogy amikor az ember belecsöppen egy ilyen munkába, akkor nyilván nem a első kategóriás hollywoodi mozit bízzák rá, vagy a kiemelt főműsoridős nagy játékfilmet. Rajzfilm, gyerekeknek szóló rajzfilm sorozatokkal kezdtem. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez kisebb felelősség, mint egy első kategóriás mozi.
de ez megint egy másik kérdés. Hát nézd, az, hogy ami a szinkronrendezőnek az egyik legfontosabb feladata, hogy a szinkronitást ellenőrizze, ugye, az azt gondolom, hogy az már a kezdet-kezdetén jól ment. Ja igen, nem fejeztem be az előbb. A másik, amit nagyon élveztem ebben a munkában, hogy hogyan tudod instruálni a színészeket, és hogy az, amit te szeretnél, azt egyrészt el tudod-e mondani, másrészt ők megértik-e, harmadrészt elfogadják-e, az akaratodnak a nem jó szó ez, hogy keresztülvívése, mert ebben soha nem hittem, mert ez diktatúra lenne, hogyha erről lenne szó, hanem az, a vágyad, az akaratod megértetése egy másik emberrel, és ő ezt, ha elfogadja a saját eszközeivel és a saját tudásával, hogyan csinál belőle egy más dolgot, ami lehet, hogy több lesz, mint amit te elképzeltél, ez mindig izgatott. A szinkron azért ilyen értelemben egy kötött műfaj, hiszen mégiscsak az elsődleges az, amit az eredeti színész csinált, meg amit az eredeti rendező megrendezett. Tehát itt ugye nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Nagyon más nem tudunk belőle csinálni, mert akkor az paródia lesz. De azért nüanszok vannak, és ez egy jó játék volt. Úgyhogy ezt élveztem, ezt a részét. Visszatérve a kérdésedre, hogy más volt-e, mint ahogy előre elképzeltem, nem, mert nagyon nem is képzeltem el előre, szerintem. És a pályatársait hogyan fogadták, hogy te most már rendezel is? Hát... ki így, ki úgy, gondolom én erről soha nem kérdeztem meg senkit. Én mindig azokra koncentráltam, akik bejöttek dolgozni hozzám, azokkal próbáltam elfogadtatni ezt a szituációt, hogy most úgymond én vagyok a főnök. Igyekeztem ezt nem is éreztetni, nem hiszem, hogy egy szinkronrendező dolga az lenne, hogy érzékeltesse, hogy ő a főnök. A szinkronrendező egy része a folyamatnak, ami a közös célunk az, hogy a filmet minél jobban magyarosítsuk, illetve magyarítsuk, rossz kifejezéssel. Abban a főszereplőt alakító színész ugyanolyan fontos tényező, mint a rendező, hanem fontosabb. Úgyhogy eleve ez volt a felállásom mindig. A másik, ami miatt elengedhetetlen a szinkronrendező, a mai gyártási folyamatban a szinkronrendező léte, az ugye az, hogy a sztorit, a film kezdetétől a végéig sok esetben csak ő ismeri, hiszen most már nincs elővetítés, nincs ha a színész nem látta valahol máshol a filmet előtte, aki éppen abban szinkronizál, akkor én segítek neki abban, hogy ő tökéletesen értse, hogy mi megy keresztül, miért beszél arról, amiről, mi történik vele a filmben. Tehát igazából ezen a felvilágosításon túl jól képzett, jól szinkronizáló és jó színészeket nem nagyon kell instruálni, hiszen ha jó a szereposztás, akkor a végeredmény tökéletes lesz, és anélkül, hogy te őt instruálnád bármiféle játékra. Nyilván egy kicsit úgy érzed, hogy te látva a filmet bizonyos helyzetekben többet tennél oda, vagy kevesebbet, akkor ezt el lehet mondani, meg lehet vitatni, a színész mutat egy másik megoldást, lehet, hogy te veted el pont, és azt mondod, hogy az előző az első jobb volt. Én igyekeztem ehhez mindig így hozzáállni. Hát, hogy aztán ki mit gondolt erről magában, amikor kiment a műteremből, ezt én nem tudom, mondom, ez igazából hidegen is hagyott, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy te ezen rágódsz, hogy most téged elfogadtak-e vagy nem. Igyekeztem a tudásom legjobbát nyújtani, aztán kisült belőle, ami kisült, szóval ennyi. Én azt gondolom, hogy mivel emberileg úgy álltam mindenkihez hozzá, még azokhoz az emberekhez is, akikről mondjuk az a hír járta, hogy meg fognak enni reggelire. Szerintem a végeredmény, tehát a munka után senki nem gondolta azt, hogy is fogalmazzam, csak hogy jövök én ehhez, hogy rendezzek. Tehát alapvetően a kedvesség és a jó szándék és a segítő szándék az mindig szerintem szimpatikus tud lenni. Például ha neveket kell említeni, a Koncz Gáborra emlékszem, akivel soha előtte nem dolgoztam semmiféle filmben, és aztán egy Charles Bronsonos filmet rendeztem, amiben ugye ő volt a Charles Bronson hangja. Azon túl, hogy a Koncz Gábor egy végtelenül kedves és profi hozzáállású ember volt, aki úgy kezdte a munkát, hogy nem baj, ha egy kicsit elcsúszunk, egy 10 percet, igyekeztünk nagyon úgy szabni is az időt, amikor ő benn volt a műteremben, hogy akkor más ne jöjjön közvetlenül utána, és legyen időnk a munkára. De azzal kezdte, hogy így elkezdett velem beszélgetni, hogy én ki vagyok, és mit csináltam, és hogy kerültem ide. De nem számon kérően, hanem meg akart engem ismerni, mint embert. És akkor beszélgettünk egy jót, egy ilyen 5-10 percet, és akkor mondta, hogy na, akkor elkezdhetünk. És
ezzel nyilván engem is úgy megnyugtatott, hogy utána nem éreztem azt, hogy úristen, én egy Koncz Gábort utasítok valamire, vagy próbálom rávenni, hogy ez nem volt jó, vegyünk még egyet, hogy jövök én ehhez. Ezzel, hogy az elején önbizalmat adott ezzel a beszélgetéssel, így egy percig nem merült föl az, hogy én ne mondhatnám neki ezt ebben a szereposztásban, hogy most ez legyen így, és tökéletesen elfogadta, és sok esetben meg is dicsért, hogy igen, ez jó ötlet, ez legyen így akkor inkább. Volt olyan, akitől féltél és kellemesen csalódtál benne? Persze. Például a Szakácsi Sándor. A Babilon sorozatban, a már említett Babilon sorozatban a Michael York nevű nagyon híres angol színész egy epizód szerepet játszott el, egy őrült tudóst, és a Michael Yorkot nagyon gyakran valami történt a torkomon. A Michael Yorkot nagyon gyakran szinkronizálta a Szakácsi Sándor. Tudni kell, hogy abban az időszakban a Sanyi már elég keveset dolgozott szinkronban. Ennek anyagi okai is voltak, hogy ő mondott egy olyan összeget, ami miatt nem szívesen hívták szinkron stúdiókba. Másrészt meg az élete, hát nem tudom pontosan, de azért ez már az utolsó évek egyikében volt, ha jól emlékszem. Ment is a tanakodás, hogy akkor most tényleg felhívjuk a Szakácsit, vagy nem. Tehát, hogy most Michael Yorkot még egy csomó magyar színész nagyon jól meg tud csinálni. Főleg nem egy nagy játékfilmben, nem egy mozifilmről van szó, hanem egy epizódról, egy sci-fi sorozatban. Hát most miért kell ragaszkodni hozzá? De aztán úgy voltunk vele, hogy teszünk egy próbát, hogy ha elvállalja, akkor csinálja meg ő. És elvállalta. És ő engem nem ismert előtte, mert akkor már nem nagyon dolgozott szinkron stúdiókban, mint mondom. Vagy legalábbis mi valahogy elkerültük egymást. Hát én szépen bemutatkoztam, elmondtam, hogy ki vagyok, és hogy miért, és hogy mi a feladat. Nagyjából vázoltam a figurát, hogy mit kell csinálni, és elkezdtük a munkát. És hát leesett az állam egyfelől. Tehát az a fajta alázat, pontosság, ugyanakkor zseniális hangi megoldások, amik jellemezték azt az egészet, és még egyszer mondom, egy brilliáns szerep volt, mert egy őrült tudós az mindig nagyon érdekes, ugye annak mindig nagyon sok furcsa gesztusa, mimikája van. Hát gyakran mesélem, hogy hallottam a hangján, ahogy elmondott egy bizonyos mondatot, hogy a Michael York hunyorított. Tehát amikor a színész a szemével elkezdett itt hunyorítani, az eredeti filmen, akkor én azt hallottam a Szakácsi hangján, azt a hunyorítást. Ennél többet szerintem nem kell mondani, hogy valaki így tud a hangjával bánni, hogy egy szemhunyorítást lekövet hanggal, hogy ott te hallod, hogy ellágyult egy picit a hangja, vagy pont reszelőssé vált, én nem tudom. És sose felejtem el, szándékosan azt mondtam neki, hogy az egyik mondat ebben a bizonyos tekercsben rövid lett. Tehát technikailag nem volt szinkron. Nem vitatkozott, vagy azért, mert nem látta, vagy azért, mert úgy volt vele, hogy most mit vitatkozzon ezzel a kis kezdővel, de megkértem, hogy csináljuk meg újra ezt a tekercset. Közben a hangmérnöknek szóltam, hogy ezt tedd el, amit az előzőleg csinált, mert valamire kíváncsi vagyok. És megcsináltuk, és másodjára is megcsinálta ott a szemhunyorítást, magyarul nem véletlen volt. Tehát ekkor jöttem rá, hogy ő azt a hangjának azt a kis eltorzulását szándékosan építette bele az alakításba, vagy jött szimplán belőle az őszinte átéléssel, tehát ő azt is el tudom képzelni, hogy nem technikailag oldotta meg, hanem egész egyszerűen ott a Michael York arcáról neki ezek az érzések tolultak fel benne, amik a hangját így ellágyították, de szinte kockára pontosan ugyanott ellágyult a hangja annál a bizonyos hunyorításnál, és akkor így mondtam a hangmérnöknek, hogy hát bármelyiket megtarthatod, mert mind a kettő verzió jó volt, de arra voltam kíváncsi, hogy ez a véletlen műve vagy a profizmusáé. Zseniális volt. Tehát hát sajnálom, hogy csak egy órát vagy másfél órát dolgoztunk együtt, de az egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Volt még sok ilyen másokkal is, de ez volt az egyik legkimagaslóbb. Úgyhogy ő velem tényleg nagyon sokat vesztett ez a szakma. De sok nagyon jó szinkronizáló színész van, sok nagyon-nagyon jó hangorgánum van Magyarországon, de ő kivételes volt, azt kell gondolnom. Törőcsik Marival is szinkronizáltam egyszer, Tolnai Klárikával, hát az is életre szóló élmény volt.
akkor még nagyon kezdő voltam, és ez a volt egy olyan szinkron stúdió, amit úgy hívtak, hogy Rex Film, és ott csináltunk valami nagyon régi kosztümös filmet, amiben a Klárika volt a Madame, és én meg egy ilyen fiatal vőlegény, vagy nem tudom, aki itt a családjába be akar férkőzni. De a Klárika az folyamatosan dohányzott a stúdióban, egyedül dolgozott, de valamiért engem mellé osztottak, nem tudom miért, lehet, hogy csak azért, mert akkor értem rá, vagy nem tudom, tehát így valahogy úgy hozta a sors, hogy... És egy órán keresztül dolgoztunk együtt úgy, hogy ő láncdohányosként egyik cigiről a másikra gyújtott, amit mellettem szívott el, mint egy befújva az én orromba, meg számba, meg fülembe, meg hajamba a füstjét. És hát mondanom sem kell, hogy szinkron stúdiókban, meg bármilyen stúdióban szigorúan tilos a dohányzás, nem, de hát a Klárikának megengedték természetesen, általában nem tudott nélküle létezni. És hát azzal együtt, hogy meglehetősen nehéz körülményeket teremtett ezzel a nagy füsttel, azzal együtt is, és még egyszer mondom, hogy nem a neve miatt, meg nem amiatt, mert egy élő legenda mellett dolgozhattam, hanem amiatt, ahogy dolgozott. Amilyen pontosan, amilyen alázattal, amilyen pedig akkor már elég idős volt. Ahogy dolgozott, ha őt azt mondják, ha akkor látom életemben először, és azt mondják, hogy Gipsz Jakabné, és fogalmam sincs, hogy ki ez az ember, akkor is valószínűleg lelettem volna taglózva a történettől. Úgyhogy ez jó volt. És gyerekekkel milyen volt dolgozni? Hát mikor milyen, meg melyikkel milyen. Hát a gyerekeket ugye sok esetben kell fegyelmezni, de azért azt gondolom, hogy a szinkron szakmában dolgozó gyerekek többsége már elég hamar megtanulja azt, hogy alázattal kell csinálni a dolgokat, és leginkább azokkal van baj, akik frissen kerülnek be, és még nem nagyon látják át, hogy ez miről is szól, meg hogy ez egy munkahely, akik egy ilyen játéknak fogják fel az egész dolgot, hogy ők most szinkronizálnak. Volt ilyen is, olyan is. Én azért úgy érzem, hogy velük is zöldágra vergődtem elég hamar. Azt szinkronrendezőként mindig azt az elvet követtem, ha gyerekekkel kellett dolgozni, hogy én is lementem a ő humorviláguk szintjére. És akkor, hogyha 3-4 poént így rendezőként bedobtam nekik így a fülesükbe, hogy jaj, igen, ez milyen jó, és nézd meg azt, hogy ez meg milyen béna, és akkor jó, kikacagtuk magunkat, és akkor én rögtön haverrá váltam, mert hogy jó, ez milyen jó fejrendező, ez nem kezd itt minket rögtön. És akkor utána már, hogyha azt mondtad nekik, hogy na, figyeljetek, de most egy kicsit dolgozzunk, most vegyük fel ezt meg, akkor rögtön szelidített bárányok voltak. De egyébként az életben is ez működik, azt gondolom apaként ezt van alkalma megtapasztalni, hogy ha mindig szigorra indítasz, akkor kisebb lesz a tekintélyed, mint hogyha először egy kicsit gyerek leszel, és aztán hozod a szigort.